Koreai napot tartottak a Lovardában. A távol-keleti országot népszerűsítő rendezvényen több százan fordultak meg. A Lovarda színpadán egymást váltották a koreai tradíciókat megelevenítő produkciók. Az ütős és pengetős hangszerbemutatók mellett kézműves programok és koreai kaligráfia is várta a távol-kelet kultúrája iránt érdeklődőket. Az 1440-es években kialakult koreai ABC napját október 9-én ünneplik Dél-Koreában. A kulturális programot szervező Debreceni Nyári Egyetemen 5 éve oktatják a nyelvet, melynek tanulását évente 200-300 diák kezdi el. Puskás István alpolgármester a rendezvényen arról beszélt, hogy egy közösség identitása a nemzeti nyelven és irodalmon alapszik. Koreában pedig az írásrendszer az, ami nemzetté kovácsolta a közösséget.